Mi magyarok. Az ifjúság képe Szent Imre Herceg. A magyar királyság első trónörököse, Szent István király és Boldog Gizella királyné fia. Születését 1000 és 1007 közé teszik a kutatók. Halálának dátuma biztos 1031. Az uralkodói pár egyetlen felnőtt kort megért gyermekét a velencei Szent Gellért püspök készítette fel az előtte álló nagy feladatra. Már ekkor kitűn tehetségével, hitével és erkölcsösségével. Imre 15 éves korától részt vett az ország irányításában. A 20-as éveire az ifjú alkalmassá vált arra, hogy apja nyomdokába lépjen. Szent István megírta számára, az uralkodás útmutatásához szolgáló Intel megkönyvét, amely később a magyar törvénytár élére került. Történészek valószínűsítik, hogy Imre vezette a magyar sereget az 1030-as gyűri csatában, amikor a németek 123 év után ismét megpróbáltak behatolni a Kárpát-medencébe. A támadó második Konrád császár elődjéhez hasonlóan megsemmisítő vereséget szenvedett. Az idősödő apa hatalom átadására és fia koronázására készült, amikor megérkezett a gyászhír. Egyes források szerint a herceget vadászat közben egy vadkan sebesítette meg. Más adatok nem zárják ki a gyilkosság lehetőségét sem. Hetedik Gergely pápa avattá Szenti apjával, István királyjal és nevelőjével Gellért püspökkel együtt. A XX. században Prohászka Ottokár püspök ezt írta, Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet. Példája kihat századokra, és nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mintha az országot arasznyi uralmával boldogítja. Halálának 900. évfordulóján Budapesten ünnepélyes megemlékezést tartottak. Ezen részt vett a pápai inuncius hat bíboros és több száz főpap a világ minden tájáról. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi non Nonprofit Kft. készítette.